már sikerült megszerezned a vödröt otthon, nagy nehézségek állán, ugyanis mindenki ilyenkor fel akar otthon mosni, általában nálunk így szokott működni, és akkor nem, nincs egy üres vödör, amivel lehet. Ha a vödröt nem találsz, akkor otthon lavort is lehet használni erre a célra. Az egy kicsivel nagyobb, jobban be lehet tanálni, de a vödörrel még jobb. Ugye mondtuk, hogy vannak jó pár eszközeink, amivel lehet rúgdosni. De most próbáljuk meg célba rúgni. Elsőnek a dobozja, hát nem a legjobban sikerül, de ha sokat gyakoroljuk, akkor talán sikerülhet. Következő a tollas labda. Azzal is lehet, hoppá, 1-0, sikerül. A következő jöhet a pingpong labda, azzal is lehet gyakorolni otthon, szépen állj kapufalett, lehet gyakorolni a vödörbe való rúgást. A következő a stressz labda, amivel lehet alkalmazni, hát ez éppől csak lejött, de visszajött, ezért van még lehetőségem rúgni. Szépen elment. A következő a házilag gyártott lábtorlabda. A házilag gyártott lábtorlabdával egy kicsit fejnehéz, egy kicsit gyorsabban is megy. Nézzük a lábtorlabda, a mesterség. Na most leszek nagy bajba, ha kihagyom. Nem baj, lehet. Van a szivacs kézilabda. A szivacs kézilabdával is jó, elrúgjuk a labdát. De ez a kis területen vagyunk otthon, ezek nem fognak elgurulni olyan messzire, ez viszonylag közel meg lesz, és el lehet menni érte. Ajánlatos mindegyik eszközt beszerezni otthonra, hát amit lehet, a gumilabdát, meg ilyesmi, ezekkel lehet ezeket a célba találásokat gyakorolni. Hát ennyi volt a összes labdán. Ezt lehet egy kicsit változtatni, hogyha túl egyszerű volt a feladat, majd könnyítésként, hogy szépen vödörre feltesszük, vagy szépen feltesszük a vödröt, és gyorsan összekapkodva az eszközeimet, meg lehet próbálni magasabb helyre való belerúgással. Ez elvileg már könnyebb gyakorlatilag fog minősülni. Kezdjük elsőnek a dobozzal. Tehát szépen, ahogy Gabi csinálta, az alját húzzuk meg. Nem sok hiányzott. Ugyanakkor jön szépen a házra készített. Nagyon jó. Jön a tollas labda. Át, hogyha egy kicsit arrébb lett volna vödör, benne lett volna. Jön a stresszes labda. Ezért kaptam jutalomban még egy stresszes labdát, hogy rúghatok vele. Ez kár volt kipróbálni. Jön a pingpong labda. Szépen. Ennek kicsit nagyobb erővel kell megúrni. Még egy kicsit jobban kell célozni. Jön a lábtorlabda. Mert szerintem nincs olyan gyerek, aki megy lábtorlazik, és nincs otthon lábtorlabdával. Na még egyszer. Ez is belement. Jön a szivacs labda. Takarítani. Ja, otthon el ne felejtsetek, anya mond, takarítsatok is, mert az is hozzátartozik a testmozgáshoz. Ez egy kicsit nagy erő volt. A gumilabdával, tehát egy picivel finom. Tehát ebből is látszik, hogy a különböző súlyú tárgyaknak más a repülése, illetve a más erővel kell hozzájuk érni. Tehát ezzel is nagyon jó lehet fejleszteni a labda érzéket, illetve gyakorolhatod vele azt, hogy mennyivel erősen tudsz valami, mennyire erősen kell valami belerúgnod, ahhoz, hogy célütést találjál. A következő